Vásárolunk Tatabányáról, a bánya mélyéről. A bánya az több mint 300 méter mélyen van. Ez egy régi szénbánya lehetett, ahonnan ugye mindig jön a víz fölfelé, és akkor a karsztvizet onnan. És továbbra is onnan jön? A víz az továbbra is onnan jön. Ez valahol ottan a 200 méter mélységben van a bányában bent. Ez a Tatabányában? Ez a Tatabányában, igen, onnan szívjuk, vagy szívják, és osszák szét egy ilyen regionális hálózaton keresztül, ami eléri a falut. Itt a regionális hálózat a faluban itt jön be a Vörösmarty utca és a Rákóczi utca sarkán. Nem véletlenül ott is van most a vízművet is megépítve. Naponta átlagon mondom olyan 1000 köbméter vizet vásárolunk. A nyáron volt olyan nap, amikor 1400-1500-ra is fölment. Vannak olyan téli időszakok, amikor a 700 köbméter is elég. Na most ez tulajdonképpen ez úgy működik a faluban, hogy három tározónk van. Az egyik tározó ott a vízművek, fönt a pálya mellett. Ott van egy 500 köbméteres tartály, amit Tatabánya megtölt ezekkel a szivattyúkkal. Amikor tele van, akkor az lezár. Régebben még nem volt benne egy olyan eszköz, egy olyan ketyere, amivel lezárhatták volna, ezért számtalanszor felmerült a túltörés lehetősége, és akkor a pálya alatt van egy gerinc bekötve a pálya melletti patakba, ott egy cső kiálló Lukacsi kertjével szembe, és a túltöltés ott jött ki. Ott, igen. És azt is ki kellett fizetni? Ami túl elfogy? Hát persze, hát hogyne. Hogyne. Úgyhogy amikor én a PVK elére kerültem novemberben, akkor volt az, hogy megsürgettük ezt a berendezést, és beépítettük, innentől kezdve nincsen túltöltés. Ráfizetés volt. Igazából nem volt olyan sokszor a túltöltés, de kimutatható volt jó néhányszor. Lényeg az, hogy most már csak annyi vizet fizetünk, amennyit mi engedünk be. Na most a rendszer működése úgy zajlik, hogy van fönt a Bánya utcában fönt egy tározó, egy 400 köbméteres tározó, és egy 200 köbméteres még följebb a Mézeshegy alatt a bánya mellett. És éjszaka, tehát napközben meg van töltve az a tartály, az 500 köbméteres tartály a pálya mellett, és éjszaka szivattyúkkal mi nyomjuk föl azokba a tartályokba, és igazából amit pátyon érzékelhető, hogy milyen nyomással jön ki a víz a vízcsapon, azok a tartályok adják meg fönt a bánya mellett. Van még egy pici, egy 150 köbméteres tartály még ott a Mézeshegyi, a bánya mellett, egyen följebb, mert a Mézeshegyen vannak ott hátul olyan házak, egy 10-15 ház, ami még magasabban van, ezért mi ilyen lábakra épített tartályt építettünk, nem, tehát ugye az elődeim, hogy még azt is meg tudjuk nyomatni. Így aztán azt tudjuk mondani, hogy napközben a szivattyúk itt állnak, nem nyomunk föl vizeket, mert az meg van telítve, de minden órában figyeljük. Ennek a figyelését automata eszközökkel végezzük, tehát viszláció, ezt számítógépen, de ma már olyan modern eszközökkel, hogy interneten keresztül, tehát magát azt a laptopot és a vezérlést egy okos telefonba, ha átirányítjuk, akkor akár a világ másik feléről is le tudunk állítani egy szivattyút, mert látjuk a működését. Ha fölmennénk a vízművekhez, akkor ennek a berendezésnek egy sematikus ábráján látnád ezeket a dolgokat, tehát olyan nagy rész nincs, hogyha ezt most nem látod. Elég, ha érted, hogy ezt ott bemutatnánk, akkor K1 kapcsoló, K2-es, stb. Ilyet látnál rajta. Foglaljanak helyet, ha úgy gondolják. Így vannak család? Igen. Aha. Hát, még itt ezt befejezném, még ez egy negyed óra vagy 10-15 perc. Hát még ha jönnek össze, akkor megpróbálom a kollégámat előkeríteni talán, és akkor fősítálhatunk. Aha. Mert ugye a falusétá a lényeg ám ebben a történetben, és a vége ott a falusétá, ugye az örökség, igen, vízművek, igen, a végén az, jó, hát foglaljanak helyet, jó, és akkor megpróbáljuk. Nem is biztos, hogy
Ott fönn a bányánál az magán kezdeményezés volt az a... Az magán, igen, akkor és, még, de és aztán... És akkor hogy volt a víznyomás, amíg azok nem voltak? Fogalmam, és addig nem volt a víz. Nem volt, itt lent, azt mondod, az, az a... Nem, adják. A legfőső magán kezdeményezés, a Bánya utcai az nem. A többé meg volt-e a sportpályával együtt? Haló, szia! Na, mi újság? Hát vagyunk néhányan, meg tudjuk oldani, hogy felszaladják? Hát körülbelül egy fél óra. Jó? Jó, jó, jó. Figyelj, itt a vetítő nálam van. Majd azt viszem. Jó? Oké, sziasztok. Jó, tehát... akinek elég ez, akkor itt befejezném. Nem most fejezem be, mindjárt végigmutatok még néhány képet, és akkor fogjuk. Köszönjük szépen, amit a PVK életéből néhány fotó, ugye itt nem csak a vizet hozzuk fel, hanem a szennyvizet el is visszük, és meg is tisztítjuk. Hát, nem egy üde munka, az biztos, a tele csatorna, a dugulások, tessék nézni a dolgozóknak a elhivatottságát, hogy hát azért mibe kell vele mászniuk. Na. Na most akkor ebből. Néhány életkép még. Itt egy csőtörés, ez még mondjuk olyan időben, amikor nem volt hó és jég, de azt el lehet képzelni, itt lent látni ugye a csővégeket. A KPL-cső hasadt el? Hát a KPL-csövek, el nem tudjátok képzelni, hogy milyen gagyi anyagból rakták össze, hihetetlenül. Elhasadnak, ez egy téli kép, ugye derékig benne az iszabba. De ugye igyekszünk egy órán belül megjavítani a csőtöréseket, de az esetek többségében, és akkor most hogy megyek én mindenki, talán így, az esetek többségében ugye a KPL csőbe az idomok belecsavarása, ugye hát nem így, hanem így, aztán fárad az anyag és kész. Volt olyan szelepet, ahol amit találtunk egy csőtörés kapcsán, ugye Gejzéd jött főfelé, és ezért a Töki utca végén, hogy mire eljutottunk a szelepig és kiszedtük, akkor egy tűhegynyi résen kezdett szivárogni a víz valamikor 20 évvel ezelőtt, és a vége, a víz azt a, hát nem tudom milyen anyagból, valamilyen ötvözetből készült belsejnek, a belsejét ilyen, mint a kis ujjamnak ekkora átmérőre, és szépen úgy kimosta. Úgy elkoptatta, mintha végig reszelték volna. Az azóta folyt ez a víz, mekkora veszteségek mentek el, hihetetlen veszteséget mentek el. A tavasszal egy veszteségmérővel mentünk végig éjszaka, mértük az utcákon az elfolyó vizeket mindenfelé, ugye tulajdonképpen mit csináltunk, hallgatóztuk. És ugye a ultrahang visszaverődése következtében lehetett térképre vinni, és szinte négyzetméterre meghatározták a helyeket, hogy hol folynak, meg azt is, hogy mennyi folyik. Ide megálltak, és azt mondták, hogy itt fél köbméter megy el óránként, ott 15 köbméter megy el óránként. Na most ez néhány millióba került a KFT-nek, de rögtön mentünk ezeket javítani, aminek következtében ezeknek a veszteségeknek a nagyságát úgy érezzük, hogy nagyon tisztességesen lejjebb tudtuk csökkenteni. Veszteségében mennyi veszteség? Hát a tavalyi, hogy mennyi a veszteség, tavaly 400 ezer köbméter vizet vásároltunk hozzávetőlegesen, így nagyságrendben. Ebben a veszteség körülbelül olyan 100 ezer volt. Egy negyede. 25%. Bizony. Várjunk. DNRV-nél például 20% volt. Nagyon nagy magasnak tartottam. Nem, azt mondják, hát ha 20%, akkor az már nagyon jó. Ilyeneket hallani, nagyon jó. Hát én eldobtam magam, hogy hát az hihetetlen számok jönnek ebből ki. Olyan, csak úgy röpködnek. Akkor megkereste az árát az a mérés. Meg, de mi is, mert most már
tavaly ilyen tájt olyan 1300-1400 köbmétert vásároltunk naponta, most 1000 alatt vagyunk. Tehát a nyári kánikulában, ugye a tavaszi időszakban volt ez a veszteségfelmérés és a javítások, a nyári kánikulában eljutottunk az 1500 köbméterig naponta, hát ugye lent torba szállt a víz. Most visszaálltunk olyan 800-900-ra naponta. Mindig szombat-vasárnap megemelkedik egy kicsit, akkor látjuk, hogy senkit sem kritizálva, de akkor azt mondjuk, hogy fürdik a nép, meg megindul a mosógép, meg megindul a, mert itthon vannak, és megindulnak a mosógépek is, érezhetően ki lehet így mutatni, és de ugye átlagban 800 köbméter az most már megvan. Tehát úgy érezzük, hogy ezek a veszteségméréssel ez hasznos volt, jó volt, annak kapcsán, hogy talán még a novemberi víz árá, hogyha az bejön, akkor egálba is legyünk a veszteségméréssel. De az a helyzet, hogy mivel egy 20, lassan 30 éves hálózat van lent, tehát mindenhol számíthatni lehet erre, szinte minden évben ezt a veszteségmérést, ezt csináljuk. És a hálózat az mennyire van dokumentálva, hogy merre mennek a csővezetékek? Méterre. Országos viszonylatban egy hihetetlen jó rendszerünk van. Egy olyan számítógépes, hogy mondjam, adatbázisunk, ami szinte egyedülálló Magyarországon. Néhány helyen találkoztunk már vele, ugyanezzel, ebben nem csak hogy merre megy a vízcső, hanem merre megy a szennyvízcső, hol milyen csatlakozások vannak, hol van a gáz, hol van a villany, hogyha már a földbe van ásva. Tehát van egy ilyen rendszerünk, ez tavaly előtt lett beindítva, kísérleti szinttel, az idén én már ezt nagyon nagy mennyiségben használom is. Számtalan esetben jönnek hozzánk adatkikérésre. Nagyon lehet látni a földben a hálózatok helyét. Szinte úgy van ez kialakítva, hogy a laptopot bekapcsolom, ott kint mondjuk az utca sarkán, akkor így ki tudom mérni centire, hogy itt ássál és ne itt ássál. És a kivitelezés, a homokágy, tégla volt, az ezt betartották, vagy azt nem? Azt nem tartott. Előttem, amikor csinálták, figyelj, láttam, hogy nem tartottak. Nem, azt hittem máshol betartott. Nem. Sehol. Amikor föltárunk egy-egy ilyen helyeken, akkor hát a sítet rányomták, a sörös dobozó. És nyomja a tégla hegyen, nyomja a cső. Nyomja bizony. És mondom, az esetek többségében, amikor csatlakozás elemek találkoznak egymással is, ott van a csőtörés, az azért, mert látjuk, hogy így csavarta az be, aztán meghúzta azt, jó van, már ott akkor folyt. És a mérő leolvasásban ott nem gondolkoznak valami módszer? Jaj, hát dehogy is nem, csak nagyon. Vagy pedig az, hogy a fogyasztó be tudja jelenteni magát. A fogyasztó be tudja jelenteni, hát már most megy. Hát azon nincs semmi probléma, persze. SMS-ben nem, e-mailen. Vagy telefonon. E-mailen megy, vagy telefonon, így van. Én most már másik évet csinálom. Minden hónap 15-18 között jelentem, és egy évben, vagy fél évben jönnek. Ez így remekül működik, ezt lehetne is használni. De hát ugye mostan a történet úgy szól, hogy sajnos ugye a víz az kimegy a PVK kezeléséből, mert ugye mi nem érjük el a 150 ezer egyenértéket, ez egy törvényi vízközmű törvényt hozott az állam, és más fogja üzemeltetni. Tehát a vagyon az itt marad, csak az üzemeltetés. Ez a dabas. Daköv. Hogy aztán ő hogyan akarja januártól, nem tudom. De a hálózat az Pátyi? Megmarad a mi tulajdonunkban, csak a üzemeltetés. Nem a PVK-i, az önkormányzati. Csak ugye, más üzemeltetés. Hát ugyanez, mint a kormányhivatal, hogy összet. Igen. Igen, úgyhogy tehát nagy vonalakban ennyi. Nem tudom, mit akartam még mondani. És az emberek maradnak? Már bocsánat, hogy a munkák... Hát nagyon szeretném, ha maradnának, mert már április óta azon dolgozunk, hogy ha ez az üzletág kimegy a PVK-ból, ugye most két üzletágunk van, a vagyonkezeléssel összefüggő községüzemeltetés, tehát a falüzemeltető községüzemeltetés, a másik ugye a vízközmű. Hogyha most kimegy belőle a vízközmű, akkor abban a helyre akarjuk bevinni a hulladékgazdálkodást, ami ugye azt jelenti, hogy az Aubermacker
december 1-ével kivonul innen, meg az országból is, és december 5-én pénteken, ha kiteszed a kukát, akkor nincs, aki elvigye. És erre akarunk mi beállni, ugye önkormányzat, saját PVK-ja, saját dolgozók, tehát nem szeretnék a dolgozóktól megválni, hanem így mindjárt. Na bocsánat, azért kérdezem, teljesen hogy jogos, sok embernek igen. A lehetősége. De egyébként a DAK-kövhöz, tehát az üzemeltetéshez az nem jelenti azt, hogy nem most... Nem fogja bérbe venni az embereket. Van, tehát azok, akik most ott dolgoznak, és konkrétan a szennyvíz tisztítóba dolgoznak. Vagy ugye hát sajnos vannak még fönt a újtelepi részen a vákumrendszer, még 3 kilométeres hosszon az utcákban összességében az megmaradt, nem tudtuk az idén kiváltani, ahhoz az állomány ugyanúgy szükséges, és hát a vízműtelepen a vízbázis üzemeltetése ugyanúgy szükséges, egyáltalán nincs szüksége DAK-kövnek arra, hogy innen kirúgja azt a 10 embert, mondtam egy számot. Pontosan, hogy onnan küldjön ide, hanem ezeket átveszi, a szerződésben, az előszerződésekben ezek már így le is vannak rögzítve, hogy az embereket átveszi. Én nálam vákumos vagyok, gravitációs. Az új telepi részen van, új telepi rész a Cseresznyés utca, a Deák, de itt nem lett főbontva, akkor... Hát dehogyis nem, csak nem emlékszel rá, vagy nem volt akkor még pátyonítva. Főleg bontva, és utána lett az izébe csinálva nálatok. Az a tároló? Igen. Hát, hogy már említette, a szennyvízzel mi történik? Szennyvíz az tisztítás, a biológiai tisztítást végzünk. Tehát orvágyújt mentén van a szennyvíztisztító. Ennek a tisztítása az egész, ami befolyik, az 1800, hát nem, először mondom, 2800 fogyasztónk van, akik megveszik a vizet tőlünk, és közel olyan 2000 olyan fogyasztónk van, akik kérik a tisztítást, vagyis be vannak kötve nálunk a csatornára. A központi csatornahálózaton lekerüli rá a szennyvíztisztítóba, és ott különböző tartályokban, ülepítőkben ülepítik, stb. És végül is a víz kikerül abba a fizes patakba, ami megy tovább itt a tolvágyra. Ezt mindig, minden esetben mérik, hetente, van, amikor egy héten kétszer itt van a érdi vízművek. És tehát, hogy áll a kapacitás? Jól áll, még lehetne bővíteni. Tehát most napi mennyit tisztít? Hát napi a 700 köbmétert azt kitisztítjuk, de olyan 1200-ra bőven. Tehát annyit tud most a bővített? Annyit tudna, igen. Aha. Annyit tud. Annyit tudna. Tehát megcéloztuk mi az idén egy pályázat kapcsán, nem mi, hanem az önkormányzat, állami pályázat kapcsán, hogy a Mézeshegy, tehát az átkelti vezetekben és a csatornázás megtörténjen, és akkor az is bekerült volna oda, tehát a szennyvíztiszt, a művek elbírta volna. Van egy ilyen megoldást, hogy a szennyvízből hőt szedünk és biogázt üzemeltetni. Világos persze, hát ez a jövő, pátyon sajnos ehhez még nagyon sok pénz kell, hogy ezt a beruházást, de teljesen oké. De ez a biológiai tisztítás alkalmas a gáztermelés? Ezt nem. Azért egy egészen más rendszert kell helyére építeni. Ez nem alkalmas. Nem alkalmas. Viszont az iszap, ami kikerül belőle, ugye préserjük az iszapot, és azt viszik égetőbe, az égetőben olyan gázok fejlődnek, hogy egyszer elindították az égetőt, de most már saját magát táplálja. Ez dologra viszik. Tehát elégetik az iszapot? Elégetik, igen. Azt hittem, hogy ilyen talajjavító, vagy mit legyenek jó. Igazából ez egy nagy vagyon egyébként, ez a szennyvíz iszap. Igen. És az önkormányzat a saját magának tudná használni, saját villamos energia fogyasztására, és a hőre is. Tehát mondjuk az valószínűleg távol van a lakott területektől, ugye? Nincsen. Hát itt a szennyvíz nincsen sok lakóház. És az önkormányzatban meg általában nincs ott épület egyáltalán. De hőt azt nehezen lehetne használni. De ez kicsi ahhoz.
meg a falu is, meg ahhoz, ha most, amikor annyi pénzt elvonnak az önkormányzatoktól, meg maga ugye a PVK, Kft-től, hihetetlen, hogy ilyenkor ilyennek nekiállni, ez csak pályázat útján lehet, mondjuk egy 10%-os önkormányzat is. Biztos, hogy nagyon jó lenne az egész.